90. születésnapján az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, a polgármesteri hivatal részéről dr. Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető köszöntötte otthonában, családja körében Szilágyi Lajosné Ilonka nénit, és adták át részére Orbán Viktor köszöntőlevelét. Kezdet sokan, Ilonka. Jó napot. Kezdet sokan. Hát tessék megengedni, hogy Karcagváros önkormányzata nevében, és majd a kolléganő átadja a miniszterelnök úrnak is az üdvözletét, oklevelét, tehát Karcagváros önkormányzata nevében nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánjak 90. születésnapja alkalmából. Nagyon jó erőt, egészséget. Csak még ez marad. És még sok évet, mert 5 évente járunk köszönteni, én még szeretnék jönni néhányszor. Hát, majd meglátjuk. Boldog születésnapot. Köszönöm szépen. Ilonka néni, mint elárulta, gyerekként, mivel sokáig viccelték az április 1-jével, letagadta születési dátumát, inkább azt mondta, a 2-án született. Már 10 évesen gazdálkodó szüleinek segített a határban. Hát én paraszt szülők gyermeke vagyok, gazdálkodtak a szüleim, gyerekkoromban mindig kellett. 10 éves koromban már a tarlón voltam. Nem mondom, mit csináltam, kötelet raktam az anyunak. 11 éves koromban már azt mondta, hogy akkor szedjed a markot, én meg majd kötelet is rakok, meg össze is hordom. Ilyen munkával teltek. Tanultam ugyan, polgáriba jártam, de akkor is én május 1-én csutkatövet szedni mentem, nem a fürdőbe. Mert ilyen van dolog. Vasutas férjével egy szórakozó helyen ismerkedett meg, és több évtizedes örök szerelem volt az övég. A szórakozó helyen ismerkedtünk meg, hát ezt hiába mondom a mostani fiataloknak, sétáltak a fiatalok a templom után, és akkor ugye ott ismerkedtünk meg. Vasutas volt a férjem, a vasútnál dolgozott 35 évig, leszázalékolták. És mikor őt leszázalékolták, én addig nem dolgoztam. Gyereket neveltem, gondoztam idős szülőket, és mikor leszázalékolták a férjemet 1980-ban, elmentem dolgozni. Mondom, nekem voltak TSZ idejeim lánykoromban, és azzal együtt ugye 10 évet kellett dolgozni, és akkor is úgy jártam, hogy az apus beteg lett az apám, és el kellett hozni, egy évet kiesett nekem, rá kellett úgy, hogy nem 55-be mentem nyugdíjba, 56-ba, de nagyon jó volt. És ugye akkor már itthon volt a férjem, akkor már együtt kertészkedtünk, szeretett a kertbe járni nagyon, én is szerettem, volt kertünk, és munkáltuk. Meg hát azt mindent elkövettünk, amit lehet, hogy megtermeljük a családnak, amire szüksége van. Aztán, amikor ő is nyugdíjba ment, kapott egy súlyos betegséget, amiből szerencsére felépült, és ma is jól van. Hétközben hordják számára az ebédet, hétvégén azonban főz. Kedvence a káposztás tészta, de sokszor süt krumplis pogácsát és kalácsot is. Sütök én még kalácsot is, ha kell. Pogácsát, a krumplis pogácsát nagyon szeretjük, ilyen hagyományos. Ilyenekkel. Amúgy én nagyon régen hordatom az ebédet, én is meg vagyok elégedve vele, csak mondom, az kicsi káposztát tesznek a káposztás. Köszönöm szépen. És ezt a tortát is tessék fogadni tőlünk, szeretet. Ma reggel barátnője Pap Mihályné Marika néni volt az első köszöntője. 70 éves barátság az övék. Bár két gyermekét már elveszítette, de szeretett lánya és annak családja körében jól érzi magát. Rejtvényt fejt, olvas, kertészkedik, és tyúk, kacsa, gyöngyi is van az udvaron. A hosszú élet titka a munka, a szeretet a békesség, árult el nekünk Szilágyi Lajosné. Ilonka néninek televíziónk és nézőink nevében is boldog születésnapot kívánunk.